Napot, estét kívánok, ki mikor nézi. Tegnap említettem a live-ba, hogy ma megyünk Mádra, és méghozzá azzal a komppal jöttünk, hogy mi látjátok, nagyon szépen eloson, gyönyörű. Már itt vagyunk, Borsod, Abaúj, Zemplén megyébe. Ott van a tábla. Igen, nem tudom, hogy látjátok, de ott egy tábla. Tehát igen. És innen irány Mád, és akkor majd onnan jelentkezem. Srácok, tehát meg is érkeztünk volna. Itt vagyunk a Szilvás völgyben, Mád mellett. Hát én csináltam annyi vágóképet, hogy őszinte legyek, hogy én nem tudom, hogy ez most hogy lesz. Viszont azért így körbe mutattam a helyet. Tehát van itt egy patak. Nagyon jó. Innen jön a patak, ez is nagyon jó. Aztán van itt egy Dr. House, it's a house, and ott is van egy house, vagy itt egy szalonosütő, igen, itt a house-nak az bejárata, amit gondolom, hogy zárva, mi meglepő. Aztán, srácok, itt van a tó, ez itt a tó, amiből itt folyik le a mini vízesés. Ja. Aztán, ha elmegyünk oda szépen hátra. Úristen! Olyan most kéne a roller. Na mindegy. Ez itt a Le Tó. Igen, itt van egy leülő, ott be lehet menni. Ott, mint látjátok. Aztán így. És itt rakom a fejemhez, és most itt egy forrás. Yeah! Forrás. Ó, igen! Mindig is erre vágytam. Ez az! Azt a mindenit! Tehát itt egy forrás. Na! És akkor jövünk tovább. Itt még mindig a tó, ott hátul is van még Two House, vagy nem tudom mi az ott. Ja. Hát ugyebár ez egy ilyen ökko környezet, tehát azért jó friss levegő van, mondjuk meg is lehet fagyni, mert még reggel esett. Ez szerintem a vágóképekből amúgy kiderül. Tehát itt jön a víz. Amúgy ez a hely, ez nagyon jó. Másodjára, harmadjára vagyok itt, de imádom. Itt is van, mutatom. Még egy tó. Ott egy ilyen mini vízesés, szokásos. És hogyha jövünk... Hú... Ott egy nagyobb vízesés. Igen. Sokkal nagyobb. Yeah.
Hát ja. Szóval ez lenne itt a Big Waterfall. És ott még fönt hátul van egy kis tó, meg még egy house, meg ott valami pici íze. Hát tulajdonképpen ennyi. Aztán majd lesznek kaják programok, és hát én akkor majd jelentkezem tulajdonképpen. De az a legjobb, hogy nincsen semmi térerő. Tökre, mint puszta falun, ahol voltunk osztálykirándulni, ott sem volt semmi térerő. Tehát ilyen full természet, mondjuk ez nekem nem jó. De nem tudom, hogy milyen kaják lesznek. Láttam ott vagy 20 karton fantát, meg kólát, szóval mindegyik messzi is. Hát most foci szezonban ezt így adják. Hát na, tulajdonképpen ennyi. És akkor én majd jelentkezem, srácok, addig is minden jót nektek. Srácok, illetve én most meg fogunk nézni egy előadást, amiben talán pár vágóképet lövök. Ott leszünk abba, valahol ott az a fehér sátor, nem tudom, biztos látjátok. Hát akkor go! Na. Hú, hát komoly volt az előadás, én közben már be is ültem a kocsiba. Reménykedek, hogy ez innen nem fog leesni, mondjuk nagyon úgy tűnik, tehát inkább megfogjuk. El fogunk menni egy bányába, vagy ilyen kőüzembe, ha jól tudom, és akkor majd a temetőleg lesz ilyen, mit tudom, ilyen látogatás, vagy nem tudom. Onnan majd lehet felveszek pár vágóképet, és akkor utána meg még nem tudom, hogy mi lesz a program, szóval ennyi, addig is szevasz! Wow, most jöttünk ki, és fantasztikus tapasztalataim vannak. Iszonyat finom száraz furmintot ittam. És olyos kenyérrel is, és nagyszerű. Tehát most már csak hazafelé megyünk, tehát vágóképek van annyi, szóval köszönjük, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok be, és szevasztok!